Nagyon sok szeretettel üdvözöllek benneteket! Ebben a videóban most a január hónapot nézzük meg a Bika csillagjegyűeknek. Most külön-külön rakom fel a 12 csillagjegynek a videóit, mert hát ha így előbb tud felkerülni a 12 csillagjegy, mint úgy, hogyha egyben a 3-3, ahogy eddig szoktam. Ebben a videóban 4 kártyalapot húztam ki, minden csillagjegynél ugyanígy fogom tenni, és ez a januárnak a 4 hetét szimbolizálja, ez a 4 lap a cigánykártyából. Előtte azért szeretném megköszönni a figyelmeteket, az egész éves figyelmet, nagyon hálás vagyok érte, azt is, hogy nagyon sok feliratkozó van a csatornámra. Egyben szeretném is kérni, hogy ha tetszenek a videók, akkor iratkozzatok föl. Az egyéni iránymutatás nem pótolja ez az általános előrejelzés. Hogyha egyénileg szeretnétek kérni, akkor a videó alatti e-mail címen, illetve a Varázslatos Tarot Üzenetek Anitól Facebook oldalon Messengeren keresztül lehet felvenni velem a kapcsolatot. Ha írtok nekem, akkor türelmeteket szeretném kérni. A Facebook oldalon sok információ van, amit meg tudtok nézni, mielőtt jelentkeztek, a különböző elemzésekről és árakról, és akkor sokkal könnyebb lesz, mert már csak időpontot kell egyeztetnünk. Akkor nézzük meg a Bika csillagjegyűeknek a január hónapot. Az első hét az a hűség lapja jött ki. A hűség lapja az nem egy tevékeny hétre utal. Nem nagyon változnak a dolgok. A megszokottra, a kiszámíthatóra, a stabilitásra lehet számítani január első hetében. Ez az időszak nagyon jó arra, hogy egy kicsit lecsendesedj, magadba figyelj, megnézd azt, hogy mik azok az igazi vágyak, célok, amit meg szeretnél valósítani, és eddig mit tettél azért, és ezután majd hogyan tovább. A hűség mindig hosszantartóan fennálló folyamatokat, helyzeteket is jelez. Ez mutatja azt, hogy különösebb, nagyobb változásra nem igazán lehet számítani ezen az első héten. Mindig figyelmeztető ez a kártyalap, hogy önmagunkhoz mennyire vagyunk hűségesek. Ez befelé fordulást, önmunkát is igényel, hogy erre rájöjjünk, hiszen a mindennapi életünkben a különböző életterületeket is ilyenkor érdemes megnézni, hogy ott mennyire tudunk önmagunk lenni. Mennyire tudjuk megmutatni az érzéseinket, és mennyire tudunk úgy viselkedni, ahogy szívünk szerint szeretnénk. Ha valamelyik életterületen arra jutsz, hogy nem igazán vagy hű önmagadhoz, vagy nem tudsz igazából önmagad lenni, akkor itt az a feladat az első héten, hogy megnézd, hogy ezen hogyan tudsz változtatni. Hogy hogyan tudod a körülményeket átalakítani, vagy a te hozzáállásodat ahhoz az adott témához, és akkor az milyen változást tud hozni a te életedben. A hűség az azt is jelentheti, hogy emberi kapcsolatainkban egy kiszámítható, hűséges társ van mellettünk, vagy az az adott ember, aki lojális, akire lehet számítani, aki megbízható a számunkra. Mindenképp utalás ez a kártya arra, hogy a te saját igazi természetedet ismerd meg minél jobban. Ez az önismeret útját is jelenti ez a kártya, amikor minél jobban megismerjük saját magunkat. Ilyenkor nem a külvilág felé fordulunk, hanem igazából egy ilyen mély belső utazást tudunk végrehajtani. Mivel nagy változás ezen a héten, nagy változásra ezen a héten nem igazán lehet számítani, ezért ez a kártya azt mutatja, hogy valószínűleg lesz is rá időd erre a önfelmérésre, erre az önismereti útra,
nem kell mindig nagyon-nagyon előre szaladni, és az egész utat magad előtt látni, hogyha felméred azt, hogy milyen céljaid vannak, akkor elég csak a lépéseket meghatározni. Ez a kártya azt is mutatja, hogy most nem kell mással megbeszélned dolgokat, először saját magadban érdemes tisztába jönni mindennel, és azután pedig ténylegesen közölni az érintettekkel, és akkor elmondani, amikor te már teljesen biztos vagy benne, hogy mit és hogyan szeretnél. A második héten itt az örvendezés lapja jött ki. Az örvendezés, ahogy a neve is mutatja, örömteli, boldog pillanatokat tud előrejelezni. Családi boldogságot, amikor örülünk, együtt örülünk, ünnepelünk valamit. Ez nagyon sokszor kijön akkor, hogyha születésnap van, névnap van, amikor tudunk beszélgetni azokkal, akik fontosak számunkra. Ha tudunk találkozni, az még nagyobb örömet tud jelenteni. Mindenképp egy önfelett örömteli állapotot jelez ez a kártya. Azt is jelzi, hogy az örömödet oszd meg másokkal, mert ha másokkal megosztjuk az örömet, az mindjárt sokszorozódik, sokkal nagyobb öröm az, amit meg lehet osztani. És legyél is vidám. Ez a mindennapokra is jelzés értékű, hogy legyen örömteli, ha még csak kicsi dolog is, de minden nap. Ha megnézel egy jó filmet, ha tudsz nevetni a barátaiddal, hogyha örömteli dolgokat tudsz tenni, ami neked örömet okoz, akkor már nagyon sokat tettél saját magadért. És ez az előző héten a hűség lapjával együtt azt is jelentheti, hogy amit el tudsz végezni önmunkát, és ott jobban meg tudod ismerni a te belső motivációidat, azt, hogy mik azok az értékes dolgok, amik az életedben jelen vannak, és amiket szeretsz, és amit fenn szeretnél tartani, hogy örülj is ezeknek, hogy tudd értékelni azt, ami már ott van. A hűség is egy olyan minőség, amikor bízhatunk a másik emberben. Nagyon nagy értéke van. Értékeld ezeket a pozitív minőségeket, amik az életedben vannak. Mert akkor tud megérkezni az új dolog is, amit tervezel, amire csak vágysz, hogyha azt értékeled, ami már megvan. Az örvendezés kapcsán azt is érdemes átgondolni, hogy mennyire tudsz örülni az életnek. Mert az öröm képessége az mindig belülről fakad. Persze nehéz akkor örülni, amikor a körülmények nagyon rosszak körülöttünk, de érdemes megtalálni azokat a belső örömforrásokat, amik által meg tudod tapasztalni ezt a pozitív érzelmet. Arra is figyelj oda ezen a héten, hogy egyensúlyba legyen a munka és a szórakozás, a kikapcsolódás. Ez a kártya sokszor arra hívja fel a figyelmet, hogy itt az ideje, hogy örülj egy kicsit. Itt az ideje, hogy önfelett legyél, hogy ne mindig azok a dolgok kössenek le, amik negatívak, amik a feladatok, amik a kötelezettségek. A hűség kártya kapcsán az önismeret, amit megkezdhetsz január első hetében, itt érdemes azzal is kibővíteni, hogy mi az, ami igazán örömöt hoz a te életedben. Kik azok, akikkel igazán jól érzed magad, mikor ki tudsz kapcsolódni, kik azok az emberek, akikkel könnyedén örömmel tudsz időt eltölteni, vagy akikkel ilyen módon tudsz beszélgetni, hiszen most lehet, hogy a találkozás az még mindig akadályoztatott. Tehát ez a könnyedségre is felhívja a figyelmet itt a második héten. Aztán olyan örömteli családi esemény is jöhet, ami tényleg felhőtlen örömöt tud okozni. Ez lehet közös ünneplés a családdal, lehet olyan összejövetel, ahol a barátokkal tényleg jól érzed magad, de lehet olyan program, ami feltölt igazából, amikor leülsz egy jó filmet megnézni, amikor tudsz nevetni, felhőtlenül kikapcsolódni.
A harmadik hét itt a levél kártyája, az ténylegesen híreket, információkat is szokott jelenteni. Olyan híreket, amik eddig úgy rejtve voltak előled. Titkokat is konkrétan jelezhet, amiről eddig nem volt tudomásod, és most kiderülhetnek ezek az információk. Amikor feladunk egy levelet, akkor már ott az információ, de még úgymond levegőbe van a dolog. Tehát minden olyan történés is jöhet ezen a héten, ami úgy magától létrejön, megtörténik. Nem teszel érte, hanem csak létrejön az az adott dolog. Választ kaphatsz beadványra, e-mailre, levélre, de megkereshet régi ismerősöd, felhívhat, telefonálhat, akár teljesen váratlanul is, amire egyáltalán nem számítasz. A megtörténő események kimenetele a levélkártyájánál még egyáltalán nem biztos, hogy az negatív vagy pozitív lesz számodra, de mindenféleképpen változást tud hozni, még hogyha nem is tudod a végeredmény teljes biztonsággal. Nem csak a tényleges híreket tudja jelenteni a levéllapja, hanem a tudatalattink mélyéről érkező információkat is, illetve amikor azt mondjuk, hogy az univerzum jeleket küld a számunkra. Ezen az héten érdemes azt is figyelni, ami azt jelenti, hogy teljesen nyitottnak lenni ezekre az érkező jelekre, mert hát hiába érkezik, hogyha nem vesszük észre. Érdemes kérni jelet ilyenkor, abban a témában, ami téged foglalkoztat, és utána várni, hogy megérkezzen hozzád az a jelzés. Az álmokra érdemes odafigyelni, hiszen nagyon sokszor az álmokon keresztül kapunk útmutatásokat, illetve minden olyan jelzésértékű lehet, amikor felteszed a kérdésed, és kétséged nincs afelől, hogy ez az adott dolog, amit nagyon-nagyon széles skálája lehet, hogy mik történhetnek, és miket értékelhetünk jelként, de általában rögtön azonnal tudjuk, hogy a számunkra mit jelent. A megérzésekre is érdemes itt odafigyelni, itt január 3. hetében, hiszen a megérzéseink is a tudatalattinkból jövő információk. Sokszor az első gondolatunk a megérzés, aztán utána már le tudjuk beszélni magunkat róla, mert akkor már jön a logika, jönnek az észérvek, hogy ezt mégsem így kellene értelmezni. A negyedik hét, január 4. hete, itt a lelkész kártyája jött ki. A lelkész az mindent jelképez, ami a lelkünkkel kapcsolatos. A lelki életünkkel kapcsolatos. Figyelj oda a lelki ismeretedre. Mit súgnak az érzelmeid egy bizonyos szituációban? A lelkész olyan segítő embert is mutathat, aki tud neked segíteni, hogy megtaláld a lelked szerinti megoldást egy helyzetben. Mindig az érzelmek szemüvegén keresztül mutatja meg a helyes választási lehetőséget. Ezen a héten, hogyha valamilyen problémád merül fel, ha egyedül azt érzed, hogy nem tudod ezt kezelni, vagy nem tudod a helyes megoldást megtalálni, akkor keress olyat, aki ki tud vezetni abból az adott szituációból. Aztán azt is érdemes itt megnézni a lelkész kapcsán, hogy mennyire élsz az az értékek szerint, amit fontosnak találsz az emberi életben. A hűség kártyája is azért hasonló, itt már a január első hetében, amikor felmérjük, hogy mi az igazi utunk, mi az igazán fontos az életünkben, és itt a lelkész kártyája is azért nagyon hasonlatos ehhez. Hiszen ebben a kártyában is azért benne van, hogy mérjük fel, hogy mi az, ami lelkünk szerint értékes a számunkra. Ha valami olyan hitrendszerünk van, vagy meggyőződésünk, ami már nem előre visz, esetlegesen csak korlátoz, akkor itt azon is érdemes elgondolkodni, hogy hogyan tudod ezt megváltoztatni. Hiszen van, amikor
neveltetésünk kapcsán, vagy a régmúltból, vagy tanulás kapcsán olyan hitrendszereink, értékrendünk lehet, ami, ahogy változik az idő, meg mi is változunk, meg a körülmények is, hogy azon érdemes változtatni. Mert ami érték volt 10-15-20 éve, lehet, hogy azon most már változtatni érdemes, mert az már lehet, hogy csak visszatart. Ezt is meg kell vizsgálni a lelkész lapja kapcsán. Ebben a hónapban nagyon kedvező hírek érkezhetnek, amik örömteliek, akár lehet ez meghívás esküvőre, meghívás keresztelőre, családi ünnepre, olyan hivatalos papír, amit lelkünk mélyéről örömmel fogadunk, és ami valamilyen szinten a biztonságot is tudja adni nekünk. Ez volt a Bika csillagjegyűeknek a januári előrejelzésük. Csodaszép januárt kívánok nektek, és azt, hogy a lehető legjobbat tudjátok kihozni az év első hónapjából. Köszönöm szépen a figyelmeteket!